Húszéves koromig. Hát de! Anyám nyakán éltem. Azután a barátnőm tartott el. És mikor azt kérdezte, miért nem dolgozok semmit, azt feleltem, még senki nem fedezett. Okos emberek már régen közölték a tényt, hogy pénzt szerezni tudod, nem csak munkával lehet. De ez bal faszoknak nem való, nem kell, aki szerény, mert annak nem jut a tortából nagy szelet. Például fog meg egy 100 kilós kilomó nő mellé, nem vagyok gyáva, én megteszem majd a baleset biztosítás után járó illetéket. Oké, a semmi gyaromba felveszem, és elfogy a pénzem, és minden kötél szakad, tanulok valami néphűtő pszichológiát. Képviselőjelöltként a parlamentben megyek, és haszon reményében egymásnak ugrasztok az ottani maffiát. Ez is csak négy évig tart, hosszú távon nem jön elvező. Bele kell vágnom valami másba, maradék pénzem, gyorsan felélem, és már biztos sem mehetek az ingyen lakásba. Keresnék egy melót, de nincs megfelelő, mert az én testem túl hamar elfárad. Még hogy egy nap fél óránál többet dolgozok, mindkétszernek mi vagyok én állat. Megvan a családi kollég, mi a gyártok vagy 20 gyerekkel, csak egy nőt kell keresni, kibe rakhatnám bele. 20-10 az azt mondja, hogy megvan 200, aztán ilyen is dögölhetnek, de azt már ki nem zárja le. Nem könnyű mesterségeztél régen, tovább az ingyen élés művészet, nem holmi szaros egyszer tudomány. Ez a kifejezés, tudod, olyan sértő rám nézve. Mondjátok, életművész, azt tudjátok, jobban szerettem. Miért baj az, ha éjjel-nappal mereztem a tökömet? Nem ártok senkinek, mi engedni kerettem. Majd, ha nyerek a lottom, biztos uzsorás leszek, vagy nagy kamattal hitelezek neked nyavajásnak. És ha nem fizetsz időben, gorilláim mennek, megkeresnek, és a kerted végében elásnak. Nem könnyű mesterségeztél régen, tovább az ingyen élés művészet, nem holmi szaros egzakt tudomány. Köszönjük szépen!